Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi szó is november 13-án. A mai napon a hold a határon van. Elhagyja a szűz jegyét és átlép a mérleg jegyébe az indiai számítás szerint. Ezen a napon a Spica csillag hatása alatt áll. Spica azt közli velünk, ha mi most valamit kezdünk, akkor az gyümölcsözni fog. Van egy érdekes kapcsolat Jupiter bolygó és Plutó bolygó között, ez egy úgy nevezett konjunkción. Együtt hatnak a nyilas jegyében, és az gyakran külföldre utal. Ez eltart egy jó ideig, ez a konjunkció. Én úgy gondolom, ez ki fog hatni a politikai eseményekre, ami most így Amerikában van a választások körül. Jupiter bolygó utal az igazságra, de mutatja azt is, ha igazságtalanságokról van szó, gyakran bírósági ügyről és Plutó bolygó hatása alatt itt a hatalomról van szó. Biztos vagyok abban, hogy befolyásolja az eseményeket. Van még egy konjunkció a mai napon, az nem fog olyan sokáig eltartani. Ez egy Hold és Merkur bolygó között fennálló konjunkció, együtt hatnak, itt kommunikációról és érzelmekről van szó. A mai napon Mars bolygó kapcsolatok nélkül van a halak jegyében, az indiai számítás szerint, és Vénusz bolygó is kapcsolatok nélkül van a szűz jegyében. Ez kihat ránk hölgyekre, ez kihat a férfiakra, nincs most kapcsolat, de van egy előnye is, hogy visszahúzódjunk, megtartsuk a belső nyugalmunkat, a belső erőnket, és legyünk türelmesek, amíg rendeződnek a dolgok, amíg előre mennek az események. Ennek ellenére szeretnénk érzelmekről beszélni, ezt jelzi a Hold és a Merkur között fennálló konjunkción. Ezek a vágyak, ezek a tervek, de a mai napon nem biztos, hogy bekövetkezik. És ez volt a mai felvételem, mi szó is, november 13-án. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!